A Tudásfalva előadás sorozat 5. alkalmán a település díszpolgára dr. Polgár Éva tartott előadást Népzene, impresszió, zenei kultúrák ötvöződése Debussytől Bartókig címmel az ebegényi Havas Boldogasszony plébánia templomban. A nemzetközileg is ismert zongoraművész szólistaként, pedagógusként és kamarazenészként többször is koncertezett az Amerikai Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, valamint az öreg kontinens számos országában. Polgár Éva zongorajátékának jellemzői a letisztultság, a sokszínűség és a meggyőző erő, olvasható a művész honlapján. Népzene impresszió. Ezt a címet választottam a mai estének, hiszen népek zenéjét járjuk körbe. Egy képzeletbeli utazásra invitálok mindenkit, Andalúziától egészen az indonéz szigetvilágig. Mindezt tesszük Debussy, Kodály, Bartók és Liszt zenéjén keresztül, tehát a magyarokat sem hagyjuk ki. A koncerttel egybekötött zeneművészeti előadás első részének témája Claude Debussy Metszetek című sorozata volt. A három műből álló összeállítás első darabja kapcsán Polgár Éva elmondta, hogy ezen dallamok egészen az indonéziai Jáva szigetéig repítik a hallgatóságot. Tehát a bizonyos dallam a pogodákból, ami kétféleképpen szólal meg. Debussy sorozatának másik két darabja a spanyol dallamokat magában hordozó Granadai este, valamint a francia népzenei motívumokkal gazdagított Kertek az esőben. A Granadai este című szerzeményben a nyújtott habanera ritmus mellett fellelhetőek a csillagok, a holdfény és az andalusz táncosok dallamai is. A Granadai estékből a habanera nyújtott ritmus rögtön az elején hallható lesz. Polgár Éva Debussy művei után magyar zeneszerzők alkotásait mutatta be. Elmondta, hogy az impressionizmus nagymestere óriási hatást gyakorolt Bartók Bélára és Kodály Zoltánra is egyaránt. Elsőként Kodály Zoltán 1907-ben publikált Meditáció Debussy egy motívuma fölött című művét ismertette. Kodály ötvözi a magyar népzenére jellemző motívumokat, hallható a zenei gyökere, a zenei anyanyelve is, fogalmazott Polgár Éva. Ez doktori disszertációjának témáját ismertette, mely Longenz Skelton és Sándor György zongora átiratának összehasonlítása. Az Elégia és a Fonálé című zenekari koncertókat megrendelésre írta Bartók New Yorkban 1943-ban. Később egy balettársulat színre szerette volna vinni Bartók művét, ennek köszönhetően készült zongora kivonat belőle, mondta el Polgár Éva. A zongora művész Longenz Skelton Bartók átiratát játszotta el. Thank you.
előadás végén Polgár Éva megköszönte korábbi zongoratanára Gellai Ildikó áldozatos munkáját, majd ráadásként eljátszotta Liszt Ferenc 11. magyar rapszódiáját.